Mielőtt belevágnánk a mai témába, engedd meg, hogy megkérjelek arra, amennyiben nem tetted volna még meg, kérlek iratkozz föl a csatornára a lent található feliratkozás gombbal, és hogyha nem szeretnél lemaradni semmiről, akkor a mellette lévő kis csengő gombra, ha rákattintasz, akkor értesítést fogsz kapni minden megjelenő legújabb videóról. Köszönöm! A mai témám itt van a kezembe, vagy itt hever a kezembe, ha úgy tetszik. Ez a LMK Legend Jig. Miért éppen ez a jigfej a jó választás számomra, és lehet, hogy számodra is. Na nézzük is, hogy mit rejt egy ilyen pak. Mérettől, súlytól függően kettő vagy három darabot találunk egy-egy ilyen csomagba, ami megkülönbözteti így talán első látásra őket, ha megnézitek, hogy éppen van, ami piros, van, ami fehér, kis korongban van a gram. Itt vannak különböző súlyhatárok, hogy könnyű legyen kiválasztanatok, mondjuk a boltok polcain, tehát a fehér variáció, ami éppen most a kezemben van, az másfél gramtól 5 grammig terjedő súlyokat rejt. A következő lépés már a zöld variáció, ami 8-10-12 grammos súlyjal felvértezett jighorgokat rejt. Majd egyel föntebb haladva a sárga kör alatt már 15-22 grammos súlyig találtok jigfejeket, és hát hogyha feltebb szeretnénk menni, a legnagyobb méret pedig a 30-44 grammosig terjedő súlytartományt rejti. Ezekben már két darab van egyébként. Tehát ezek a legelső variáció, ami megkülönbözteti őket. Mi a különbség még, vagy mi lehet a különbség még? Maga a horog mérete terjed egészen a 6-os apró mérettől. Itt van a kezemben a legkisebb méret. És hát egy nagyobbat is, ezt most itt kibontom, vagy van itt mellettem egy pakba, amit most kinyitok. Tehát íme a legnagyobb méretünk. Látjátok, hogy a mérettartomány is, akár kősüllős mérettől a harcsás méretig is terjed. Ha már itt tartok ennél a darabnál, akkor megmutatom, hogy miért is jó egy ilyen jigfej. Egyrészt áramvonalas maga a jigfej. Ezt már elmondtam nektek, meg elmagyaráztam, esetleg visszatudtok keresni erre, de nagyon lényeges, hogy az áramvonal egyrészt könnyebben siklik a vízbe, másrészt nagyon sokszor előfordult az, hogy a sülőnek például a kapófogai nyoma rajta maradtak a gömbfejen. Na most ennél a típusnál ezek nem fordulnak elő, ennél a nyújtott formánál. Valószínű ennek az az oka, hogy könnyebben kirántjuk magyarán a süllőnek a szájából ezt a jigfejet, vagy legyen ez éppen egy csuka, vagy bármilyen más ragadozóvalunk. Tehát a forma maga ezt jelenti, a másik meg az, hogy egy kampó található rajta, ami a csali, plastik csali rögzítését szolgálja. Itt van egy rakat nekem föltűzve. És ezt meg fogom nektek mutatni, hogy mondjuk egy ilyen, melyiket kell mutassam, mert van ilyen régebben megbúvó csalim is itt. Nézzük egy ilyen kisebb
könnyebb fejjel. Egy men's grab. Ezt szerintem harcsára használtam. Tehát egy egész nagy plastikcsali, egy ekkora plastikcsalihoz is van megoldás, úgymond. Az, hogy magának kampónak a jelentősége az, hogy jobban meg fogja tartani, tehát nem fog nekünk csúszkálni a horog szárán. Ez a kampó, ez meg fogja tartani szépen a plastikcsalinkat jobban a horgon. Ha valaki nagyon vékony plastikot használ esetleg, és úgy gondolja, hogy roncsolja a magát a plastikot, akkor ez könnyedén egyébként le lehet csippenteni. Joggal mondhatja bárki, hogy akkor miért nem készítünk olyat is, ami nincs ez a kis kampó. Hát én úgy gondolom, hogy sokkal egyszerűbb, ha van egy ilyen nálunk, és egy mozdulattal levesszük, egy ilyen pici darab húzal nem drágítja meg igazából a jig-horgot, és ha kell, lecsippentem, az áll rendelkezésre, ha nem kell, akkor meg itt van készen egy pici kampóval, és kiválóan tartja a plastikcsalinkat. Amire még érdemes kitérni, az maga a horog, ugyanis a Maruto gyár van készülnek. Ez az egyik legnagyobb japán horoggyártó egyébként. Hihetetlen erős horogról beszélünk. És ami nagyon-nagyon lényeges tulajdonságai, azok még a következők. Mondtuk egy teljesen origi újat. Tehát az, hogy a szára rendkívül vékony, ennek ellenére hihetetlen erős. Sokan mondják, hogy hát nagyon erős horog kell, meg ne hajoljon. Na most, hogyha beakad ez a horog, akkor itt ez a horog öbbre fogja tartani, itt pedig nem fogja elengedni a halunkat, tehát ha megakad a horgunk, akkor ezzel nem lesz probléma. Ezt nehéz visszaadni, de rendkívül hegyes horogról beszélünk, mikroszakállal, ami annyit jelent, hogy nem üt nagy sebet a halunk szájába. Egyrészt kiméljük a ragadozót, másrészt pedig a kisebb seb miatt nehezebben fogja ezt a horgot kirázni, míg a nagy vastag húsú, az volt a tapasztalatom, hogy az igazán vastag húsúakat sokkal jobban kirázta, vagy kitágította a hal, és könnyebben ki is akadt, illetve a nagyobb szakáll megint problémás volt, tehát érdemes használni ilyen mikroszakállos horgot, mint ez is, és ilyen vékony húsú a hegyéről meg nem is beszélek, mert hihetetlen hegyes horogról beszélünk. Hogy mi az, ami még esetleg mellette szól, ez a horog mellett, a Legend Jig mellett. Hát sok mindent nem tudok már mondani. Ezt úgy gondolom, hogy használjátok, tapasztaljátok meg ennek a úgymond fogósságát, mert ennek is van fogósága ennek a horognak. Sokkal kevesebb lemaradt kapásotok lesz, biztosabban tartja majd a halatokat a horgon, és ezáltal szerintem több halat is fogtok fogni, ha ilyen Legend Jig horgot használtok. Köszönöm szépen, hogy megnézted videómat. Ne feledd el, találkozzunk jövő héten szerdán 20:30-kor. Sziasztok!